Liszt Ferenc nyomdokain Rómában. Tóth Ildikó az olasz kultúra és a fuvola szerelmese. A hangszer az nem egy tőlem különálló dolog, nem egy tárgy, amit így magamhoz veszek, és akkor néha nyomogatom rajta a billentyűket, hanem ez szorosan a részem. Athéné a művészetek istennője a görög mitológiában, és egy legenda szerint ő maga hozta létre az első fuvolát nátszából. Akár igaz, akár nem, de az biztos, hogy az egyik legkecsesebb hangszer, és sokszor a megszólaltatója is vékony, érzékeny művész. A csongrádi Tóth Ildikó igazi párost alkott hangszerével. Kettőjük harmóniáját pedig Szent Cecília, a zenevédőszentje segíti Rómában, abban a zenei konzervatóriumban, amelynek tiszteletbeli tagjává választották egykor Liszt Ferenc zeneszerzőt. Róma az örök város. A Tiberis folyó bal partjának 7 dombjára épült. Belvárosa Európa egyik legnagyobb és műemlékeiben leggazdagabb történelmi városközpontja. Róma egyik legszebb tere a híres Piazza di Spagna, ahol Európa leghosszabb és legszélesebb lépcsősorát, a spanyol lépcsőt is megcsodálhatjuk. A tér szomszédságában található a Conservatorio di Musica Santa Cecilia, az az akadémia, ahol a magyar fuvolista lány Tóth Ildikó tanul. Brava Ildi, molto bene. Csongrádi születésű vagyok. Szegedre jártam középiskolába, utána Győrben folytattam az egyetemet, és miután elvégeztem ugye a 3 éves alapképzést, utána nem nagyon volt ötletem, hogy merre tovább, de úgy gondoltam, hogy most jó alkalom lenne kipróbálni, hogy milyen külföldön. A fiatal fuvolista lányzenei tudását ezután Norvégiában, az Agderi Egyetemen szerette volna továbbfejleszteni. Azt tudni kell, hogy én középiskolában tanultam olaszul, és érettségiztem is, és mivel a tanárom nagyon, nagyon lelkesen mindig mesélt az olasz kultúráról, a szokásokról, az ételekről, ezért már akkor nagyon megtetszett ez az egész, ez az olasz életérzés, de utána igazából nem volt ez bennem, hogy mindenáron ide szeretnék jönni. Viszont amikor néztem Erasmusos helyeket, akkor ugye megláttam, hogy itt Rómában is van itt ugye a Santa Cecilia, ahova lehet jönni. És akkor igazából adott volt, hogy jelentkezek ide is. Én Csongrádon zenetagozatos általános iskolába jártam, tehát ott már az énekórák keretein belül furujáztunk. Mivel ez egy általános iskola és zeneiskola is volt így egy épületen belül, így adott volt, hogy utána válasszunk hangszert. És nekem a furuja is már elég könnyen ment, nem voltak se fújási, se egyéb technikai nehézségeim, így mindenképpen valami fúvós hangszerre gondoltam. Először a klarinétot szerettem volna, de utána valahogy szerintem a szüleim javasolták, hogy gondoljam meg a fuvolát, mivel az jobban illene hozzám. Nem szeretem így a hangszereket nemek szerint besorolni, de a fuvola elég nőies és elég vékony, szép hangzása van. És mivel én is mindig egy ilyen visszahúzódóbb gyerek voltam, majd még most is az vagyok, ezért azt gondolták, hogy az így jobban passzolna az én kis személyiségemhez. Így végül is a fuvola mellett döntöttem. Tából ez az összes fuvós hangszerre igaz, hogy ugye itt arról van szó, hogy ugye a saját levegő oszlopod szólaltatja meg a hangszert. Ezáltal annyira szoros összeköttetésben vagyok a fuvolával, ugyanis minden egyes levegővételem és minden egyes kifújás az rögtön hallatszik. Tehát, hogy a hangszer az nem egy tőlem különálló dolog, nem egy tárgy, amit így magamhoz veszek, és akkor néha nyomogatom rajta a billentyűket, hanem ez szorosan a részem. Tehát, hogy ez benne van az én a testem része konkrétan, és tényleg össze van kötve velem.
Szent Cecília a 14 segítőszent egyike, valamint egyike azon hét hölgynek, akik bekerültek a Szent Mise római kánonjába. Szent Cecíliát tekintik a zene védőszentjének. A konzervatórium, ahol Ildikó tanul, az ő oltalma alatt áll. A római intézmény a mai napig hű a hagyományokhoz. Nagyon sok különbség van egy északi, esetemben norvég, és egy olasz, római iskola között. Teljesen más az egész, mind külsőleg, mind a belső működését tekintve. Norvégiában minden nagyon modern volt, mindenhova csippel jártunk, tehát kártyával, hangszigetelt termek voltak, akkor volt egy ilyen, ott minden online, minden nagyon modern, volt egy online foglalási rendszer, amin keresztül foglalhattunk termeket, szóval minden nagyon flottul ment, még itt Rómában. Igen, ez a Santa Cecília-nak az épülete egy nagyon régi épület. Vannak freskók a falon, ősrégi asztalok, régi faajtók. Nincs is online rendszerünk, tehát itt óra végén papírra írjuk alá, hogy jelen voltunk az órán. Gyakorolni szeretnék, akkor csak bejövök az épületbe, és hogyha mázlim van, és van üres terem, akkor annyit gyakorlok, amennyit szeretnék, mert ugye időlimit sincs. Rómában a tanárok sokkal közelebb vannak a diákokhoz, tehát például óra szünetekbe át szoktunk ide menni, szembe van egy kávézót, megiszunk egy kávét a tanárokkal, akkor megölelgetnek minket. Ő egy nagyon ügyes fuvolista, kiváló zenész, aki már professzionális szinten van. Nagyon muzikális, megvan minden képessége és technikája. Biztos vagyok benne, hogy sokra fogja vinni. Kiváló tanárok tanítanak Magyarországon, és nagyon jók a magyar fuvolisták. Magyarországról nagyon szép emlékeim vannak. Több alkalommal is jártam már ott, és többször vezényeltem Budapesten a Dunapalotában. Budapest pedig egy csodálatos város. Róma zenei életében meghatározó szerepet játszott Liszt Ferenc, aki az örökvárost először 1839-ben látogatta meg. A híres zongoraművész a Szent Cecília Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. Liszt Ferenc Rómába való letelepedése után évtizedeken keresztül sokat tett a város koncertéletének a fejlesztéséért. Ennek a koncertteremnek a megalapítása is az ő nevéhez fűződik. Hát ilyen háromszögletű életet élt, és akkor volt egy római periódusa. Ez a terem, ahol most vagyunk, ez a Santa Cecília-nak a koncertterme, és ide az első téglákat Liszt Ferenc fektette le. Nekem a kezem mindig hideg, és így mindig nehezen mozog. És akkor mindig azt szoktam, hogy meleg víz alá rakom koncert előtt, és csak úgy hagyom, hogy folyjon rá a meleg víz. Amikor felmegyek a színpadra, az elején mindig van egy pár másodperc, amíg így nagyon szoknom kell a helyzetet. De utána valahogy megtalálom a helyemet. A terembe is, a közönséggel is, és akkor utána már teljesen át tudom adni azt, amit szeretnék, legalábbis jó esetben. Ugye ez egy nagy misztérium a művészeknek, hogy hogyan adják át, és hogy sokszor a közönség visszajelzése, meg amit mi átélünk a színpadon, az teljesen más tud lenni. Ugye mert sokszor azt hiszük, hogy mi mindent beleadunk, és hogy hú, micsoda érzések jöttek, és a közönség meg sokszor nem érzi ezt. Tehát, hogy ennek is megvan a technikája. Hát ugye előadó művészetről beszélünk. Olaszországon az építészet, a festészet, a szobrászat mellett a zene is kiemelkedő, a tehetséges művészeknek köszönhetően. Riportunk főszereplője, a csongrádi fuvoláslány is itt, Itáliában képzeli el a jövőjét.